1906-ban érkezett Magyarországra egy judómester, aki tartott egy 3 hónapos tanfolyamot. A tanfolyamon annyit tudtunk eddig is, hogy 600-an jelentkeztek, ebből kiválasztottak 60 résztvevőt, és az első pár hét után maradtak 6-an, mert nem bízták a gyűrődést, és igazából úgy állhat volna ez a kezdeményezés, amit Szemere Miklós kezdeményezett, ő költségén jött a mester, és ingyenesen lehetett részt venni a tanfolyamon. És akkor utána egy nagy ügy következik, és az 50-es évektől majd Vince Tibor révén ugye elindul a judó magyarországi története. Vince Tiborról azt tudtuk, hogy 1928-ban már elkezdett rendszeresen judót tanítani, tehát voltak már előzményei a történetben. De igazából ennyi az, ami eddig ismert volt. 1900-ban egy Holman Mitchell nevezett újságíró tartott egy jiu-jitsu bemutatót. Ez volt az első, ami valamikor megtörtént. Sok információ ezen kívül nincsen róla. 1904-ben néhány egyetemista beszélgetett, és kitalálták, hogy hát meg kéne hívni azokat a japán mesterek közül valakit, aki Londonban sorra győzi le a boxolókat, meg a birkózókat. Ezt sajnos nem történt meg, de viszont tudom, hogy egyikőig legalábbis kiment, és a Yukio Tanival találkozott, és sörözgettek is egy-egy ilyen meccs után, tehát ennek nyoma van, ez le van írva, mérnélkül. De ami biztos, az 1905. decemberre 3 vonalon érkezett a jiu-jitsu. Ugye az egyik, amit ismert, az a Sasaki Kichi Saburo személye, de erről majd részletesen fogunk beszélni. Akkor van egy angol, az Angliában élő mesterekhez köthető vonal, ez a Yukio Tani vagy Uneishi, hát azok a mesterek, akik Londonban éltek. Illetve egy olyan hadihajónak a legénysége közül a tisztek elsősorban, akik a japán-orosz háború alatt szolgálatot teljesítettek, mint japán felség területen, egy osztrák-magyar hadihajón, a Kaiserin Elizabeth cirkálon. Nekik lehetőségük volt kint a japán haditengerészekkel együtt gyakorolni és edzeni, és megtanulták az alapokat, és amikor hazajöttek, ezt elkezdték tanítani. Legalábbis egy embernek elkezdték tanítani. Az első, amiről beszéltem, az 1906. januárjában jelenik meg, önvédelem címmel. Stanko Sándor írta álnéven, ő rendőrként dolgozott, meg az egyik amatőr vagy úttörő boxolónk volt, és ő írt egy önvédelemről szóló könyvet, ami első alkalommal szentel egy fejezetet a jiu-jitsu fogásoknak is. Ő volt az, aki egy tengerésztiszt barátjától tanult meg néhány fogást. Tehát ez volt az első olyan könyv, ami magyar kiadású. Egyébként az első kiadás 5000 példányban jelent volna meg, de már a nyomdában elkapkodták, és 3 kiadása volt. Tehát legalább 15000 példányban került ki a könyv piacra. A második könyv 1907. novemberében jelent meg Pozsonyban, és 2 szerzője van, az egyik Patai Gyula, aki birkózóként egyetemista volt Pozsonyban, és neki volt egy körutazása az Egyesült Államokban, és az egyik birkózó edzővel, Robinson mesterrel kiadnak egy kis rékmegfizetet, ami tulajdonképpen egyfajta reklám volt a jiu-jitsu-nak, és azokat a tanfolyamokat reklámozták, amiket ők tartottak. A Robinson mester, ő a pozsonyi rendőrség közelhez kiképzője volt. Itt van egy érdekes szál, amit esetleg megemlítenék. Robinson mester polgári nevével Samuel Liebenfeldnek hívták, és neki volt egy fia, az ő neve Jimmy Liebenfeld, aki még a 40-es évek előtt elhagyt a Csehszlovákiát és Izraelbe távozott, ahol létrehoztak Krav Maga nevű önvédelmi irányzatot. Hát mondhatni, hogy az alapötlet az apjától, mert sokat verekedtek Pozsonyba abban az időben, és ő már ezeket az alapokat innen tanulhatta az apukájától.
A harmadik könyv a sorrend szerint, ez szinte 1907-ben, pár héttel az előző könyv után jelent meg, 1907 decemberre. Történet Szemere Miklóshoz kapcsolódik, aki hát az egyik legnagyobb szponzora volt a magyar sportnak. Nagyon támogatta a sportlövészetet, a vívást, és hát egyik szívecsicske volt a judó. Ír egy levelet 1905 decemberében a Gigolo Kánónak, hogy küldjön egy olyan mestert, aki megfelelő lenne itt a magyar közönségnek, hogy egy három hónapos tanfolyam keretében azért az alapokat megtanítsa a magyaroknak. Szaszeki kicsi számúra meg is érkezik áprilisban és május elején elkezdik a tanfolyam, mint említettem, pár hét után hatamaradnak az egész tanfolyamról. A tanfolyam után még egy kicsit utazgat Magyarországon, majd elutazik Berlinbe, ahol a trónörökösnek lesz a judó oktatója, majd még egyszer vissza 1908-ban, 1907-ben Magyarországra, valószínűleg könyvkiadás miatt is, és utána hazautazik Japánba. A könyvhez el kell mondani, hogy ez volt az első olyan judó könyv, ami nem japánul jelent meg. Tehát a többi könyv mind jiu-jitsu-ról szólt, mint addig, és ez volt az első olyan judo, szigorúan értelemben a judo tanfolyam, ami nyugaton történt. Tehát ezzel párhuzamosan csak az Amerikában volt judo, mégpedig az amerikai elnök, a Roosevelt-nek volt egy saját személyi edzője, aki a családot tanította judo-ra. Tehát mondhatnánk, hogy magyarok ebben a dologban is élen jártak már akkor. A Szemere Miklóshoz tartozik még, miután kicsi számúra mester elhagyta Magyarországot, rögtön hívott egy másik japán mestert, az ő neve Tobari Takeshiro volt, és ő már egy rutinosabb harcművész volt, mert ő nem judo tanár volt, hanem Tenshin Shinryu Jujutsu-t tanított, illetve egy Kenjutsu iskolának is a mestere volt, ez pedig a Hakushin Hitoryu Kenjutsu. Tehát így jött, hogy ezeket már oktatói szinten tanította. És Szemere Miklós meghívta 1907-ben Magyarországra, és tulajdonképpen átvette azt a fonalat, amit a kicsi számúra elkezdett, tehát elkezdett jiu-jitsu tanfolyamokat tartani. De mivel kenjutsut is oktatott, akkor rögtön adta magát, hogy Szemere Miklós összehozta Italo Santerivel, aki abban az időben az egyik legnagyobb név volt Magyarországon. Az összes, mint az összes, vagy a legtöbb olimpikon, mint az ő keze alól került ki a vívásban. És akkor összehoztak egy nyugati, keleti harci bemutatót. Amiről sajnos, hát fotó nincsen, ez nem róla van ez a fotó, viszont itt Tálo Santelli minden évben szokott tartani egy évzáró eseményt, ezt a, vagy a edzőtermében, vagy a pesti Vigadóban, és három alkalommal hívta meg Tobari Takeshirót, és a nagy színpadon Tobari bambuszkarddal, japán öltözetben, Santelli pedig a hagyományos nyugati öltözetben vívtak meg egymással többször. Nagyon jobban lettek, Italo Santelli nem nagyon hívott meg senkit a házába, de a Toborit meghívta, és ennek le is van egy olyan története. Pár évtizedek később, amikor megkérdezték Italo Santellit, hogy mesélje már, mi volt élete legkeményebb küzdelme, akkor ezeket a küzdelmeket hozta föl példaként. Nem beszélték meg előtte, hogy hogyan fognak vívni, és mindenki a saját stílusában, saját rendszerében küzdött. Úgyhogy a Tobarival készült egy kis videó, film, még abban az időben, Franciaországban, Párizsban. Ja. Ő van a bal oldalon. Igazából csak az érdekes, hogy körülbelül milyen jellegű jiu-jitsu taníthatott Tobari Takeshiro 1907 és 1989-ben, még évig tartózkodott Európában. Ő az okéja ennek a kis filmnek.
később vissza, amikor visszament Japánban, akkor a saját irányzatát kezdte el futtatni, és viszonylag fiatalon halt meg, a felesége vitte tovább az irányzatot, de Gaijinokat nem tanítottak. Tehát így nem tudjuk, hogy Oszakában volt a dojoja, nem tudjuk, hogy mi lett-e utóbb az irányzatnak. Érdekes, mert ennek a stílusnak a legtöbb bazája az Seizamban van. Ilyen szokatlan, hogy ilyen álló pozíció. Mondom azért, mert egy látványosabb. Igen, ugye a párja, Tarumiaki, egy ismert judós volt. Hát itt most a önvédelem, a videónak, vagy filmnek van egy második fele, ott igazából utcai önvédelem van, de ők már nem ők vannak rajta. Egyébként a Tarumiakival egy magyar birkózó is az Egyesült Államokban megküzdött, a minden igaz lenyűzte. És egy kicsit a hagyomány összemosta a Sasaki kicsi számúró alakját, meg a Tobarihér, de több magyar birkózó is kiállt Tobarival, és a történet az, hogy legyőzték. A negyedik könyv az egy orosz emberhez kapcsolható, aki 1900-ban érkezett Magyarországra, ő professzionális birkózó volt, az akkori birkózók, a leghíresebb birkózókkal tanult együtt Szentpéterváron. Eljön Magyarországra, ilyen pénzdíjas birkózásokon vesz részt, és megismerkedik Kolozsváron egy színésznővel, akit feleségül vesz, úgyhogy két gyerekük is születik, úgyhogy igazából ő Kolozsváron telepedik le. Cirkuszokban birkóznak, ahol lehet. 1905-ben elmegy Londonban, ahol 3 vagy 4 hónapon keresztül a Londonban élő japán mesterektől tanul, és pár hónapon belül megszerzi a fekete övet, elmondása szerint. És 1905 decemberében érkezik haza, és 1906 márciusában, egy hónappal a Sasaki Kicsi Szabudó tanfolyam előtt meghirdetnek egy jiu-jitsu küzdelmet Kolozsváron, ahol egy másik orosz birkózóval jiu-jitsu szabályok szerint küzdenek. Két külön menet volt, és mind a kettőt ő nyeri meg. A kolozsvári egyetem tanárainak vagy sportembereinek színe java előtt ők voltak a bírók. És igazából ez volt az első olyan hivatalos küzdelem, mondhatnánk, ami hát a mostani szabad küzdelem szabály szerint zajlott le Kolozsváron. Később arról lett híres, hogy bejár az egész országot, és mindenhol a városokban a rendőrség tagjait képezi ki, többek között Kecskeméten is itt volt, és itt is tevékenykedett. A könyvét 1910-ben Kolozsváron készíti el. Nem találtuk nyomát annak, hogy magyarul megjelent volna akkor, de Bécsújhelyen a Bécsújhelyi Főis, Katonai Főiskolán tanított, volt egy tanfolyam, és ez a könyv, ez annak a kézikönyve volt tulajdonképpen, ott használták, az németül jelent meg, de vannak róla adatok, hogy magyarul is szerette volna ezt kiadni. Aztán úgy alakul az élete, hogy nagyon ismert volt Magyarországon, meg a környező országokban, és Bécsújhelyen itt van egy olyan történet, hogy az előző japán mesterrel, a Tobari Takiszámolóval volt egy küzdelem. Ugyanis el kellett dönteni azt, hogy ki legyen a Habsburg trónörökösök udvari jiu-jitsu oktatója. És hát a Habsburg gondolom úgy gondolták, hogy legyen a legjobb. Hát, és akkor rendeztek egy küzdelmet, aminek következménye az, hogy nem csak az ő nyilatkozatából tudjuk, hogy ő nyerte meg ezt a meccset. De mellette szól az, hogy őt választották ki, és ő tanította két Habsburg főherceget jiu-jitsu-ra. Hát ő után csinált egy névjegykártyát, amire ráírta, hogy ő a főhercegek jiu-jitsu oktatója hivatalosan. És hát egy nagyon
jól kevert a kártyákatló politikus volt. 1920-ban kitűltek Magyarországról, illetve át a Kolozsvára, akkor már Romániából, és Franciaországba utazik, ott létrehoz egy sárás stílus, de Diodo néven, a birkózás, a szabadter, meg egyéb a harcművészetból, a boxolásból, és Hollandiába telepedik le, ott is írek könyvet, holland nyelven már, és 40-es években hal meg úgy, hogy még a Hollandiában az ellenáll, a németek elleni ellenállási mozgalomban is részt vesz, és képezi a holland harcosokat, a katonákat, hogy meglegyen. Egyébként a lánya többször járt Magyarországon. És itt látható ez a kép, ez a rendőrséget oktatta. Ez a kép pedig a Debreceni Múzeum tulajdonában van, eddig nem tudták róla, hogy ki is van rajta, de most már tudják. Tehát amikor Debrecenben tanított birkózást, akkor készült, akkor még nem volt jiu-jitsuról szó. Tehát a Vladimir Kasulakov, ő nyugaton ismerte volt Magyarországon, vagy legalábbis most utólag, de abban az időben az egyik legnagyobb név volt. Róla is van egy kis felvétel, ezt egy picit meg van lerövidíteni. Következő könyv, Cserőtei Lajos, japán rendszeri torna alapgyakorlatai. A Cserőtei Lajosról nem sok információnk van, ez egy felvett név egyébként. Ő már 1905-ben elutazott Svédországba, és írt egy könyvet a svéd rendszeri tornáról. És én megkockáztatom, amikor megtudta, hogy itt van kicsi számúra, akkor elment a tanfolyamra, mert utána 1908-ban elutazik Japánba, és készít egy interjút Jigoro Kanóval, ami meg is jelenik az akkor 1909-ben a magyar újságokban. Aztán 1920-ban ír egy könyvet a japán tornáról, kibővítve ezt az interjút, és több más jiu-jitsu könyv anyagát felhasználva, ír egy kis könyvet. A tanügynél dolgozott, és szorgalmazta azt, hogy a
japán tornát, ő annak idején így nevezte, meg a svéd tornát bevezetni a magyar oktatásba, és írt egy petíciót a minisztériumnak, hogy szeretné a japán tornát is bevezetni, hogy ez legyen. Egyébként ez nem is valósult, az mindjárt kiderül. Tehát ő volt az egyik, aki rögtön 1908-ban kiutazott Japánba, és egy pár hetet töltött. Hát a következő történet az még egy kicsit izgalmasabb, de így haladunk majd a vége felé, izgalmasabb dolgok lesznek. Schmakede rendőrként, nyomozóként dolgozott, amikor a Sasaki tanfolyam volt. Ő is részt vett a tanfolyamon, elvégezte a tanfolyamot, tehát neki is voltak kriptozó alapjai már. És Szemere Miklós biztatására és valószínűleg anyagi támogatására is 1908-ban kiutazik Japánba, 2,5 évig maradt kint, és Tokióban egy Kitoryu nevezetű jiu-jitsu iskolában tanul. Amikor hazajön, akkor iskolában kezd el tanítani, vannak előtt fotók is, de ő is inkább a rendőrség felé megy el, és a rendőrség tagjait tanítgatja, illetve utazgat az országban, és mindenhol bemutatókat tart, ahol vasakat hajlik, meg önvédelmi bemutatókat tart. Sok visszaemlékezés van az ő bemutatóiról is. És 1922-ben ír egy kis füzetecskét, aminek egyedül sajnos csak a borítóját sikerült megtalálnom, de a könyv, a fotók is megvannak, amik valószínűleg a fotóban voltak. Hát itt látható a Sasaki könyvben a lévő fotóról Schmakede, ez pedig egy későbbi könyvből szintén egy róla készült fotó. Volt egy partnere, akit Lukács Sándornak hívtak, aki szintén rendőr volt, majd hadnagy, katonatiszt is. És hát róla nem lehet tudni azt, hogy most a Schmakedétől tanulta, vagy orosz fogságba került, és Japánon keresztül jött haza, és Japánban sajátította volna el azt, amit tanul. Annyi biztos, hogy 1920, az előző könyvben is már ketten voltak, 1923-ban kiadott könyv, ami az Önvédelem iskolája címmel jelent meg, ez az akkori, igazából ez egy népszerűsítő könyv volt, de egy nagyon jól megírt és nagyon jó képanyaga, alig ismerik Magyarországon, viszont a következő könyv, ami eddig névtelenül jelent meg, és akkor erre mennénk, ez már a címéből is látszik, hogy a testnevelési utasítás sorozat második része, tehát abban az időben testnevelési tanárok egyesülete, egy kiadott egy sorozatot, ami a lökvőhívástól kezdve a glükózás, és így a jiu-jitsu oktatásához is a testnevelő tanárok megkapták a megfelelő kézikönyvet, amiből taníthatták a diákokat, ugyanis ebben az időszakban már a jiu-jitsu be volt vezetve a magyar iskolákban, mint a tárgy. Ugye később a Levente oktatásban is benne lesz. A két könyv között ez a könyv névtelenül, tehát nincs a szerző. De összehasonlítva az előző két könyv anyagát, a fotókon is látszik, meg a szöveg is adja magát, hogy az előző Lukács Sándor könyvének az anyaga lett egy kicsit átdolgozva, és úgy jelent meg ez a mű 1926-ban, és a következő dia már egy újságcikk, ami Lukács Sándort reklámozza, és akkor ott szerepel, hogy ő a országos testnevelési tanács kötelező sportágát tette, és hazánkban a legszélesebb körű propaganda indult meg a nagyszerű sport terjesztésére. Az Önvédelem iskolája, ez volt a címe az előző könyvnek. Című könyv szerző Lukács Sándor, az országos testnevelési tanács jiu-jitsu szakértője, kinek most megnyílt iskolájában az Önvédelem iskolája című könyv a legjobb előkészítőmű. Tehát neki volt a körúton Budapesten egy jiu-jitsu terme, ahol rendszeres jiu-jitsu oktatás volt 1920-as években. Készült egy filmfelvétel is róla, ami moziban is látható volt, az a címe Jiu-jitsu fegyver nélküli önvédelem, ezt egy magyar rendező készítette,
semmi más leírás nincs a filmre, ugyanis még nem sikerült megszerezni, de megkockáztatom, hogy ők szerepelnek rajta, vagy a Lukács Sándor, és vagy a Smakede. Ennek a korszaknak nagyon izgalmas szerepe volt az, hogy ők is mindenhol próbálták reklámozni a jiu-jitsut, és hát kiállt a boxolók ellen is, vagy a birkozók ellen is. Az utolsó könyv, ez egy kis füzet, az 1931-ben jelent meg, és a szerzője részt vett még egyetemista korában a Sasaki tanfolyamon, tehát a 6 végzős egyike, sőt szervezője is, ő volt annak idején a tanfolyamnak, Neiden Bakemi. Ő amikor elvégezte ezt a 3 hónapos judo tanfolyamot, akkor rövidesen befejezte az egyetemet is, és Aradra költözött át, testnevelő tanár volt, illetve matematika, fizika tanár, és 1908-ban, amikor éppen Vladimir Kasulákov Aradon tanított jiu-jitsut, akkor meghívta őt az aradi klubjába, és együtt létrehozták Aradon 1908-ban az első judo, illetve jiu-jitsu klubot, ami Aradon sokáig világzott, egészen addig, ameddig az 1920-as években ki nem toloncolták negyedbe a kenőt, mert egy újságot is vezetett, és hát a román hatóságoknak ez nem tetszett. Akkor őt kitoloncolták a családjával együtt Budapestre, Magyarországra, itt pedig rövidesen ő lett az országos testnevelő tanács elnöke, és ebben a szerepében is több helyen tanított judo bemutatókat tartott, pontosabban, ha jól mondom, illetve 1933-ban a testnevelési főiskolán egy éven keresztül tartott jiu-jitsu edzéseket. Ezt a könyvet az egyik olimpiára, akkor volt ilyen szellemi olimpia is, tehát a sportolimpiának egy része volt, hogy szellemi termékeket is küldtek, és a magyar állam többek közt, néhány más kiadvány között ezt az ő művét választotta be. Ez annyiból érdekes, hogy ő fizikatanárként egy kicsit a fizika oldaláról és a biokémia, a biofizika oldaláról írt egy tanulmányt a judóról, a dobásokról, hogy mi hogyan megy. Tehát egy kicsit tudományosan próbált ezt megfogalmazni 1931-ben. És itt igazából egy kicsit összegezem, hogy mi is volt eddig. Tehát a Sasaki tanítványok közül legalább 2 vagy 3 kiutaztak Japánba. Eddig 2-t említettem. 1906-tól 1920-ig többnyire a rendőrséget vették célba ezek az oktatók. És 2 névről kell még említést tennem. Az egyik a hazai judo megteremtél, úgy mondjam, Vince Tibor. Róla sok mindent nem lehetett tudni, annyit sikerült kideríteni, hogy 1905-ben vagy 6-ban született, most már az évben, a középiskolában Köszegen a testnevelő tanárja volt egy jiu-jitsu mester, és tőle tanult alapokat. Ő később különböző edzőtáborokba járt Európában, és itt sajátott itt a vonalára az alapokat. Van olyan utalás, hogy ő is járt a pályán. Tehát, hogy ott tanult-e, azt nem tudom, de ő is egy pár évet töltött Japánban. 28-ban jelent meg az első írása a jiu-jitsuról, és a 30-as évektől már rendszeres oktatása van a Szent Király utcai jelenleg a Pázmány Egyetemnek a termében. És igazából ő tartja fenn ezt a vonalat. Nagyon jó barátságban van Neidenbachkal, tehát valószínűleg tőle is tudok tanulni valamilyen szinten, és később lesz a testnevelési főiskola judó oktatója, hivatalosan 30-as évek végétől. Hát amiről még szeretnék beszélni, az a Schlepp Gyula. Budapesten született 1894-ben, és 1906-ban részt vesz a Sasaki tanfolyamon. Tehát ő volt a legkisebb, fotó is van róla, de még mielőtt, miért ment el a Sasaki tanfolyamra? Hát azért, mert pár hónappal előtte elment egy jiu-jitsu bemutatóra, amit a
Vladimir kásulátottat, és annyira megtetszett neki, amit ott látott, hogy az apját rávette, hogy vegyen neki egy jiu-jitsu kredet. Meg is kapta, Romano Németul, és akkor elkezdett ebből tanulni. Amikor meg látta, hogy itt lesz ez a tanfolyam, akkor az első között beiratkozott, és még így csinált a tanfolyamot 10 évesen. És ő nem hagyta abban. Aki sportember volt, később a család nagy szemben költözik Erdélybe, és ő az ottani foci csapatnak, amatőr foci csapat, vagy akkor már profi csapatnak az egyik csatárja lesz, és pár évvel keresztül még jár ki nem tör a háború, akkor ő ott focizik. A háborúból olasz fogságba kerül, 20-as években szabadul, pár évig el van Erdélyben, ugye akkor már román felhatóság alatt, és a családjának egy része ki vándorol Argentínába. És küldenek neki pénzt, hogy gyere utána. És akkor be is fizet az útra, elindul a hajóval Argentina fele, igen, ám csak ugye a hajó kikölt Tokióba. És akkor úgy tervezte, hát egy 8 napig marad. De aztán rávették, hogy maradjon ott, és 4 évig maradt Tokióban. Kodokánon tanul 4 évig, és amikor hazajön, akkor 5. tanfokozattal jön haza. 1935-ben nyitja meg a judo iskoláját, előtte már a katonaságot meg a rendőrséget tanítja judóra, vagy jiu-jitsura. Flag Duránról is készült több film, erről egy. Nemzeti sportcsarnokban vizsga bemutatót rendeznek a Cselgáns japán birkózás művelői. A japán birkózó és védekező iskola az emberi test rugalmasságát magas pontra fejleszti, teljes elsajátítása pedig megvéd sok támadás veszélyétől. A bemutató megjelent a német és japán követ, a fővárosi rendőrség tisztjei és preventív parancsnok. Ez a magyar híradónak egy felvétele, ami a 40-es években készült a akkori edzésekről, és a Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnokban lévő judo bemutatókról, ahol a japán követség is részt vett többek között. 1939-ben kapott egy oklevelet és egy ajándékcsomagot Japánból, Oktatási Minisztériumtól, illetve a japán turisztikai hivataltól 200 könyvet küldtek neki, különböző japán kultúrával kapcsolatos könyveket, amikről a Kolozsváron tartott egy, kirakta őket egy könyvesboltba, és bárki megnézhet fel őket. Tehát a legfrissebb japánhoz, japán kultúrához kapcsolatos kiadványok voltak ebben. 1947-ben én már Ausztriában kidolgoz. A eddigi tapasztalatai alapján a judónak egy továbbfejlesztett változatát, még néhány dobást, 60 dobást dolgoz ki, és akkor ezekből egy új stílust hoznak létre, ami az akkori osztrák szövetség judo, jiu-jitsu, illetve judo-do szövetség jön létre. És a 50-es években, amikor ugye felmerül az, hogy a judo olimpiai sportág legyen, akkor egy probléma volt ezzel, ugyanis hát a japán judo szövetség az egy üzleti vállalkozás, egy családi vállalkozás volt, ami hát nem igazából fér bele az olimpiai eszmébe. Ezért az Európai Judo Szövetség, mármint két judo szövetség volt, az a szövetség, amiben a Flagyula is benne volt, erőteljes esélyekkel indult abban, hogy ők kerüljenek bele a judo helyet, mint olimpiai sportág. De aztán ez a japánok ezzel változtattak, és akkor mégis őket Jigoro Kano fia volt a judo szövetség akkori elnöke, és igazából ők kerültek bele. Flagyularról nem sok minden maradt ránk, de Bécsben van eltemetve, és valószínűleg utat nélkül. Volt felesége egyébként, 1920-ban megösült, de valószínűleg el is vált, vagy a felesége ezekkel, amíg Japánban tartózkodott, elment. És
Ausztriában a tanítványai vitték tovább ezt a judódot, és hát nagy hatással volt az ő tevékenysége a osztrák judóra és judódóra is a 50-es, 60-as, 70-es években. Úgyhogy ennyit szerettem volna, és köszönöm a figyelmet.